Üdvözlöm Önöket, Szabó Gábor vagyok, és ebben a videóban a Midea MTD 55S 100 VHR típusú mosogatógépet szeretném bemutatni. Ez a készülék F energia besorolást kapott, illetve 6 terítékkel rendelkezik. Mutatnám a belsejét. Ez lényegében egy tálcával rendelkezik, mely természetesen tartalmaz akár a talpas poharok tartására, vagy a talpak tartására használható kis oldaltartót, illetve ugye az evőeszköztartónak tartónak van egy kis dobozkája. A funkcióválasztó gombok a következők. Balról jobbra mondanám, az első gomb az a bekapcsolás gomb, illetve a kikapcsolás gomb. Következő a gyermekzár, időeltolás. Itt a túloldalon a kijelző túloldalán a programválasztó, az F jelzésű programgombbal a plusz funkciókat tudjuk választani, illetve a pillanatáj és indítás gomb a jobb legszélső. Ez a készülék is természetesen rendelkezik plusz kijelzésekkel, ugye, ami jelzi a só, az öblítő, illetve a víz hiányát. A választható programok a készülékeknek a következők. Ez az intenzív program. Van egy egyetemes program, ez normál szennyezettségű lábosoknál, illetve edényeknél használatos. Ezen is a készüléken, vagy ezen a készüléken is megtalálható az Eco program, ugye, ami mind energiában, mind vízfogyasztásban a legkedvezőbb elegyet alkotja. Van egy kimélő programja, egy 90 perces normál programja, egy gyors, vagyis egy rövid mosás, egy áztatás, illetve a készüléken megtalálható egy öntisztító funkció is. A plusz funkciók, melyeket programokhoz tudunk kötni, ez egy intenzív mosás, extra szárítás és egy express, ami csökkenti a program időtartamát. A készülék méretei a következők, magassága 44 cm, szélessége 55 cm, illetve a mélysége 50 cm. A készülék csatlakozási pontjai lényegében ugyanazok, mint egy normál méretű mosogatógépnél. Találhatunk a hátulján egy kifolyó csövet, egy szennyvíz csövet, egy csövet, illetve egy kettőúszas csatlakozót. Köszönöm szépen figyelmüket, esetlegesen felmerülő kérdéseikkel keressenek minket weboldalunkon, illetve blogunkon. További tartalmakért iratkozzanak fel csatornánkra.